Zecenzi hirtelen mindenki a helyén van. Hát Isten hozott titeket, jó besűrűsödtünk, mondom se kell, hogy el vagyok ájúva megint, de hát lassacskán most már meg kell szokni, hogy így megy ez nagyon jól. Ez a bevezető része egyre sűrűbb lesz, mert már tele vagyunk feketővesekkel. Mi alkalmazkodás könyve? Ruhatárban, mosdó az emeleten, vagy a főbejárattól jobbra. Kész. Csuda jó dolgok jutnak eszembe, de majd ezeket a végére tartogatom. Inkább csak egy kicsit szeretném felvezetni, hogy mi az egyik oka annak, hogy ilyen sokan is vagyunk itt. Én azért izgultam, mert veletek kapcsolatban mindig izgulok egy kicsit, mert. Hogy jaj, akkor kiérel, meg ki nem, meg megnyomta már azt a gombot, vagy nem. Mert azért látjátok, hogy ne, nem véletlenül sipákolok időről időre, hogy aki jön, az jelezze. Beszélgettünk is erről, hogy ez változni fog, mert a terem hivatalos befogadó képessége 50 fő. Most vagyunk valahogy úgy nagyjából százam. De ha adott esetben nehéz elképzelni. De Mihálynál egy még érdekesebb ember jönne, akkor gyakorlatilag, majd meglátjátok, hogy miért is van ez így. Akkor, akkor mi van? Úgyhogy egyre inkább abba az irányba gondolkodunk, hogy be fogjuk vezetni az e-mailes regisztrációt, mert azért, hogyha valaki egyszer eljön vidékről, és nem fér be, vagy nem tud leülni, aztán eljön még egyszer vidékről, és ez megesik vele, lehet, hogy harmad szóval nem fog eljönni. De itt még nem tartunk, sajnos hála Istennek, de hát tulajdonképpen már az első itteni alkalommal kinőttük a kereteket. Az a jó, hogy vagyunk, és sokan vagyunk. Én nagyon örülök, hogy egy, egy hát, disznóvágás alkalmával sikerült megnyernem Mihályt, hogy eljöjjön közénk. Azért, mert egy meggyőződésem, hogy a a maga nemében egészen különleges és emlékezetes előadásban lesz részünk. Mihálynak van egy nagyon közvetlen stílusa, mint minden emberrel kapcsolatban ez lehet szimpatikus vagy nem, de az biztos, hogy ön azonos. És szerintem, legalábbis én így érzem, hogy a mély alkalmazkodásnak ez egy nagyon fontos szempontja, hogy önazonosak legyünk és így éljünk, mert egyébként meg, ugye, azt nem mondom, hogy minek, de hát az egy valahol egy időpazarlás. Aki már kínoszta a leget magát velem, láthatta, hallhatta, hogy én mindig elmondom, hogy én biztos nem leszek, és nem is akarok lenni díszparaszt. Mert egyszerűen nem hiszem, hogy New Yorkból 10 millió, Budapestről meg több mint másfél millió ember majd ki fog dűlni az erdőbe, vidékre szántani, vetni. Semmiféle lehetőség nincs erre. Nem is értenek hozzá, meg nem is akarják. Mihály pedig az egyik legalkalmasabb ember arra, hogy rávilágítson, hogy ez nem is mindenkinek való. Én mindig elmondtam, ugye, ismétlen magamat, hogy nem akarok és nem is leszek díszparaszt, de aztán tavaly augusztusban az első ilyen közösségek találkozójára, amit Jászkora szerveztek, elhívtak egy előadásra, élmény volt, mert azt kellett mondanom, amit a bátyám, Istennyugosztály a fogorvos volt, berakta a fogsort, azt, azt odaadta a tükröt a betegnek, azt mondta, hogy na most elmondom, mit lát úgyhogy így kellett nekem is eljárnom, mert ugyan elkészítették gyönyörűen a vásznat, és vetítettem, de olyan ragyogó napsütés volt, meg 50 fok, hogy abból semmit nem lehetett látni, úgyhogy de ennek ellenére szerintem nagyon hangulatosra sikerült. Most ezek után becsábítottak engem egy sátorba, ahol aztán lerohantak egy díszoklevéllel, így aztán, ha tetszik, ha nem, díszparaszt lettem. De ennél tovább én nem szeretnék merészkedni, mert maximum az a része érdekel a dolgnak, hogy ráshozok egyet-kettőt a tején farára. De amint azt látni fogjuk, azért ennél itt kicsit többről van szó. Úgyhogy én azért is örülök ennek nagyon, mert ha négyerben gondolkodunk, akkor legalábbis az én értelmezésemben meglevő sorrendjében a visszahozás az utolsó pont. Vagyis az olyan ismeretek, tudások, eszközök visszaemelése az életünkben, amit az őseink vagy a nagyszüleink még tudtak és alkalmaztak. A legtöbb ember itt kezdi. júj baj lesz. Na, akkor tanyára, meg lövöldözzünk, meg minden egyéb, de ez, ez tulajdonképpen egyfajta tagadás és menekülés. Még egyszer elmondva, nem mindenkinek való. Ezért azt kell mondjam, hogy az egyik első interjú, amiben felfigyeltem Mihályra, és majd ő kiigazít, hogyha nem pontosan idézem, hogy a, az embereknek talán fele egy éven belül majd kiigazítod. Bedobja a törölközőt. És vagy elköltözik a tanyáról, úgyhogy még a családja is rámegy, meg az emberi kapcsolatai, vagy pedig ott marad, de funkcionálisan lényegében városi életet él. Szóval azért is örülök különösen ennek, hogy itt van közöttünk, és elmondja, amit szeretne és gondol, mert nekem meggyőződésem, hogy itt is nagyon sokan dédelgetnek ilyen romantikus álmokat, hogy most már van egy zsebkendőnyi földem, és akkor pú, de jó lesz, most már jöhet az Armageddon. De ez nem egészen így van. És hogy mennyire nem így, és miért érdemes másban is gondolkodni, illetve ki lehet az az ember, akinek mégis ez lehet az útja. Hát remélem, hogy most kiderül mindenki számára ebben az előttünk álló egy órácskában. Köszönöm szépen, halljuk miájt! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Nagyon ritka lehetőséges számomra, hogy az előadásaim közepette én beszélhetek egy városba, beszélhetek városi emberekhez, mert az én előadásaimon elsősorban tanyán élő emberek, gazdálkodó emberek, faluba, az kertbe költözött emberek szokták megtölteni a termet. És talán ilyen lehetőség még nem is volt, hogy, hogy most itt a fővárosba állhatok előttetek. Köszönöm szépen Stúf Bíró Balázsnak a meghívást, és én egyébként teljesen el vagyok képedve a tevékenységeden, le a kalappal előtted, hogy ilyen intenzitással sikerül megmozgatnod az embereket. Minden elismerésem azért, balás, hogy, hogy, hogy sikerült tényleg cselekvésre ösztönözni, és úgymond viszonylag rövid idő alatt nagyon-nagyon sok ember emberhez eljutni a nagyon fontos témával, ami valójában ez a Deep Adaptation egy közös témánk, mert hogyha azt nézem, akkor a fenntartható visszafejlődés az nem nagyon áll messze, sőt egyáltalán nem áll messze ettől, amit csinálsz. És tudjuk ma, hogy milyen nehéz cselekvésre ösztönözni embereket, milyen nehéz megmozgatni, és azt látom nem csak ebből az alkalomból, hanem a te tevékenységedből, hogy neked ez működik, mert hitelesen tudod az emberek elé tárni ezt, mint kutató. Úgyhogy, úgyhogy minden elismerésem, és nem véletlenül van az a díszok levél, ugye Balázs a fenntartható visszafejlődés közösségének tiszteletbeli tagja. Nem tudom én magamról, nem túl sokat szeretnék beszélni, és megígértem a Balázsnak, hogy ülni fogok, de csak úgy se fogok tudni ülve maradni, csak az elején, mert aztán, amikor majd, majd jönnek az információk, úgyis majd próbálj meg ülve tartani, jó? Nem egyedül érkeztem, hanem itt van velem a feleségem, Ruszkai Krisztina, a kisfiam Bojtorján, itt van a tulipános tanya legénységéből a Dani Laci bácsi, illetve dr. Tóth Tamás, a közösség főállatorvosa. Úgyhogy őket is lehet majd faggatni itt a dolgokról. 14 éve történt már, hogy az egyetemi életet, az egyetemi katedrát feladva egy 45 négyzetméteres vályokházba költöztünk, egy kis présházba, 2800 négyzetméterre, azzal a célral, hogy mint a kísérleti régészek az ő szakterületükön, mi a saját szakterületünkön megpróbáljunk teljes élelmiszer önellátóvá válni, és a teljes élelmiszer önellátást úgy megvalósítani, hogy mellette egy életteret alakítunk ki a családunknak. De ezt annyiszor annyian elmondtam, hogy Számomra ez nagyon unalmas, és nem erről akarok ma beszélni. Ezt csak így röviden, előjáróban elmondtam. Nagyon jó, szeretném használni ezt a ritka lehetőséget, és szeretnék ma arról beszélni nektek, hogy miben más a vidéki élet, mint ahogy az a városból tűnik. És ez, ez, nagyon jó, mert én magam is a városba értem, én magam is valamikor itt vezettem autót Budapest utcáin, most meg oda se nézni a feleségem, ahogy itt tekert befele, balra, jobbra, nem ott, amott, tehát, tehát, tehát iszonyú számomra már ez a forgalom. Még ott a Dülő úton, ahonnan a képet betettem a csoportba, egészen jól éreztem magam az egykölőtünk húszszal kifele az autóval, aztán dugó-dugó hátán, és, és ö, ö, persze, persze ennek is van értéke, de számomra ez, ez nagyon idegen volt, és úgy mondom, már, már majdnem kizökkentett abból, hogy hova is jövök, és miről lesz szó. Nagyon jó címet kaptam az előadásnak, Vágy, vízió, illúzió, illúzió menekülés a természetbe, újrakezdés vidéken. Nagyon-nagyon magas labda ez a cím így átalakítva, mert, mert azt látom, hogy a vá Én is városból terveztem. Egyetemi katedráról terveztem a tanyánkat, terveztem a vidéki életünket, és bizony azok a tervek jó rész leírásra kerültek, és mára már mosolyogva olvasom, és nézem át az akkori gondolataimat, és bátran mondhatom azt, szerintem Magyarország legnagyobb illelmiszerűen ellátók közösségének vezetőjeként, hogy a tervezés szakasza városból nézve, a vízió az valójában, Valójában a tervek az illúzióval megegyeznek, tehát nagyon-nagyon kevés ezeknek a realitása. Tehát ez a, ez a vízió-illúzió, ezeket megkülönböztetni szerintem az elején a, a tervezésnél szerintem ez teljesen lehetetlenség. És nyilván oda társul egy vágy, egy, egy erő, hogy én menni akarok, ezt csinálni akarom, és akkor ez a vágy ezzel a vízióval, ugye ezzel az illúzióval keveredve, ez egyáltalán nem a valóság. A tanyasi élet, az élelmiszerön ellátás, az nem az, hogy egy zsebkendőnyi telken én megfelelő mennyiségű élelmet állítok elő. A mi tanyaközösségük most úgy néz ki, hogy van olyan 61-nehány olyan tanya, akik szoros összekapcsoló élnek, élelmiszert termelnek és cserélgetnek. Senki, illetve kettő ember kivételével senki nem őstermelő. Tehát mi nem azok a mezőgazdászok vagyunk, akiknek a termékeit bárhol a biopiacon vagy bármilyen márkás dologba megveheted. Nem veheted meg, mert ezek a termékek megfizethetetlenek. Mindannyian ezeket a termékeket a saját időnkből csináljuk. Mi magunk, tehát tehát Fair trade, mert nem a csöves a konténerbe vagy a, a, a kisházba a tanyán lakik és végzi a munkát, hanem ezeket a munkákat mi magunk végezzük, és ezeket a termékeket cserekereskedelemként cserélgetjük. Van természetesen a közösségnek pártolói tagsága, ez meghaladja az ezer főt. Ennek a pártolói tagságnak 76% -a, a legutóbbi számolás alapján tanyán él, és a rendes tagok közülük kerülnek meghívásra. És természetesen van a tiszteletbeli tagság, akinek Stumf Bíró Balázsa az egyik részesültje, égköve. Nagyon jó. <kül> Számtalan sikeres tanyán újrakezdést látok, és ahogy mondtad, számtalan nem sikereset látok, csak a rendes tagság körében, tehát a válogatott tagság körébe az első két évben 50% a sikertelenség, és ennek általában oka a vállás, vagy valószínűleg a sikertelenség oka a vállás is, azért veszik el a tanya. A Fentartható Visszafejlődés YouTube csatornán számtalan videót láthattok sikeres emberekkel, akik a városból kiköltöztek, ők tanyán élnek, gazdálkodnak, és szarvasmarhát tartanak, kertészkednek, és ott élik a mindennapjaikat egy élettérbe, szeretett légkörbe a családjukkal. És ők köztük van közgazdász, van régész, van történész, van fogorvos, orvos, számtalan ő, ilyen informatikai szakember, én ezekhez annyira Annyira nem értek ezekhez a, a számítógépes dolgokhoz, de nagyon sok sikeres ember van. És szerettem volna egy olyan videót készíteni, ahol bemutatom az árnyoldalát is a vidéken újrakezdésnek, és kerestem olyan családokat, akiknek a vidéken újrakezdésük nem sikerült, és jó lett volna egy ilyen videó is, hogy Tanyáról városba. Ha te is hiszel a fenntartható visszafejlődésbe, akkor iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy részesülj a legfrissebb tartalmakból. Ajándékozz magadnak egy fenntarthatóbb jövőt. Tudj meg többet az önellátásról, csatlakozz te is a Tanya Egyetemhez. www.tanyaegyetem.hu Mert számtalan olyan videó van, hogy városból tanyára, és milyen jó, de tudjuk, hogy ez még valószínű, hogy az 50%-nál is kevesebb lesz. Kassai Lajos barátom azt mondta, hogy ez az 50% ez messze jó arány, és egy 10-15 év távlatából ez sajnos ugye csak rosszabb lehet, mert hogy az idő, ahogy telik, úgy ez a statisztika javulni nem tud ebbe. Tökéletesen igaza van. És találtam néhány családot, és kaptam egy levelet nem is olyan régen, és én ezt a, ezt a történetet szeretném veletek megosztani így bemelegítésképpen, mert mert teljesen ráillik erre a címre. Ebből sajnos, sajnos videófelvétel nem lesz. Ezt felolvasom ezt a levelet. Kedves Mihály, végre van egy kis időm, hogy leüljek és meséljek neked a mi újrakezdésünkről, ami sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztük. Videóban nem szeretnénk szerepelni, de itt leírjuk a történetünket. Hogyan alakult a vidéki életünk, miután elhagytuk a városi dzsungelt? Nos, nem tagadhatom, az első év tele volt kihívásokkal. Mindketten irodai munkát végeztünk korábban, és a vidéki élet kemény fizikai munkája meglepett minket. A városi lakás eladásából befolyt összegből tudtuk ezt a tanyát megvásárolni, a fennmaradó hitel kifizetését követően. Mi sajnos nem hallottunk rólatok és a közösségetekről sem. A Nógrád megyei dombok varázsa elbűvölt minket, és valójában mindketten magányra vágytunk. Az elején minden olyan új és jó volt. Március 15-én költöztünk le a tanyánkra 2021-ben. A kert gondozása, az állatok ellátása, a ház körüli teendők rengeteg energiát és tanulást igényeltek. Sok tanulópénzzel és minimális sikerrel. A tél beköszöntével pedig beköszöntött a valóság keményebb oldala is. Termelésből nem sikerült bevételt szerezni, ahogy arra számítottunk. Az elromló autónk és a magunkkal hozott kutyánk betegsége teljesen felemésztette a maradék pénzünket is. A hideg, a váratlan kiadások, a fűtés akadozása, a villanyszámla befizetetlensége miatt aggódtunk. Hibáztunk is, mert nem diktáltuk rendszeresen az órát, és a nyári öntözés nagyon nagy fogyasztást eredményezett. Ami nem lett volna baj, ha a kert sikeresen terem. De nem így történt. A szarvasállomány és a gyakorlat hiánya hatalmas károkat okozott a meglévő csemegeszőlőben és a gyümölcsösben is. Az általunk végzett tavaszi gyümölcsfatelepítés teljesen megsemmisült. További nehézség, hogy mint azt ti is tudjátok, kútból is áram hozza a vizet, így a vízhiány réme is fenyegetett az áram esetleges kikapcsolása miatt. János, a férjem, Akiben eleinte annyi lelkesedés volt, megtörtnek érezte magát. A büszkesége nem engedte, hogy segítséget kérjen. Én pedig hiába küzdöttem a tehetetlenség könnyeivel, egész nap csak küzdködtem vele. Rengeteget veszekedtünk a problémák és az ezekből fakadó anyagi gondok miatt. Ahogy telt az idő, egy napon János megtört, zokogva vallotta be, hogy hibázott. Én átöleltem és minden ellenére bíztattam, mert tudtam, hogy van kiút. Végül be kellett látnunk, hogy ez a kaland nem nekünk való. A tanya eladása szerencsére sikerült, de az adózás miatt rengeteg pénzt buktunk el. Visszaköltöztünk a városba, Imáron Albérletbe. Mindketten találtunk munkát, és mára már csak egy rossz álomnak tűnik ez az egész. Szerencsére Jánossal együtt maradtunk, a nehézségek ellenére is összetartozunk, és ez a legfontosabb. Most már jobban értékeljük a városi élet kényelmét, és megtanultuk, hogy a boldogság nem feltétlenül a vidéki idillen múlik. Üdvözlettel, Anna! Ja, a neveket nem változtattam meg, de mindegy. Ja, lehet, hogy meg kellett volna János és Anna története az bárkinek a története lehetne, és nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen történetek is álljanak előttünk, hogyha kicsit is a gondolatunkba kacérkodunk vidéken újrakezdéssel, lehet hallani engem hátul? Kacérkodunk élelmiszerűen ellátással, vagy esetleg azzal a hungarikum életformával, amit nekem is nagy szerencsével és kegyelemmel, ugye a családommal megélhetek a magyar tanyasi élet. Számtalan olyan veszélyforrás van, amire nem gondolunk, mert egy városból lévő tervezés az egészen más, mint a valóságban előjövő problémák, és az azokkal való számolás, vagy az arra való Megoldás keresés. A fő veszélyeket én négy pontban szedtem össze, direkt erre a mai alkalomra. Az első az, amikor romantizáljuk ezt az alkalmat, ugye, mint Russzó, vissza a természetbe, milyen király lesz ott, rózsaszín mázzal le van öntve minden, reggel a verandámmal, majd diszogatom a kávémat, a teámat, szívom a pipát, nézem a lovaimat a, a legelőn, azt nézem, ahogy a disznók szépen híznak, és hú, ez egy, ez egy, ez egy nagyon szép, Rózsaszín elképzelés. Táptalajt számtalan más ember ad ennek az életnek. Kimondottan veszélyesnek tartom azokat a fesztivál jellegű, akár többnapos összejöveteleket is, ahol, ahol márkás testvérek, nagy spirituális gondolkodók, legyen akár őszebb szakálla is, mint nekünk, kiállnak és vidéken újrakezdésről beszélnek, úgy, hogy itt laknak Budapesten lakásba, de több könyvük van már vidéken újrakezdésről, mint nekem, mert nekem kettő van, a feleségemnek egy abból hoztam, és és ők, ők nagy szakértés ilyen fesztiválok keretében elmondják nektek, hogy ez nagyon király lesz, mennyire egészséges, és gyertek, érezzük ezt a, ezt a hangulatot, ő, nem magyar nóta, hanem micsoda néptánc, népzene, és ezzel próbálják azonosítani a vidéken újrakezdést, mindezt az egészet beállítva valódi közösségnek, vidéken újrakezdők valódi közösségének, ez az egyik talán legfőbb veszélyforrás, ami a városba élőket érint, hiszen ezekre a programokra könnyű elmenni, befizetjük a pénzt, befizetjük a regisztrációs díjat, és már ugye ott is vagyunk, tagja leszünk az Egyesületnek, és azért járnak ezek a dolgok, és hallgathatjuk is, akár az egészséges életmóddal, a nagy hasú a kezébe előadást tartó ugye, férfit. Tehát számtalan olyan dologgal össze van mosva, romantizált dolog miatt a vidéken újrakezdés, ami nemhogy nem valóság, hanem kifejezetten ártalmas dolog a vidéken újrakezdés, a tanyavilág megőrzésének a szempontjából. Ugyanígy az itt jelenlévő spirituális közösség, spirituális gyógyítás, és egyéb ilyen dolgok, amik szintén teljesen, teljesen egybe vannak mosódva ma a tanyasi lakossággal, nem beszélve mondjuk arról, hogy ezeken az alkalmakon ugye nagyon gyakran vágni lehet a fűnek az illatát, ugye, amit spangliba tekerve szívnak. Tehát ez nem a vidéken újrakezdés, ez egy valamiféle nihil, ami teljesen az emberek gondolkodását tévútra viszi, és tömegek mennek utánuk. Amivel nincs baj, mert ha el akarsz menni egy jót bulizni, ezek tökéletes helyek, és több ilyen szervezés is folyamatosan van nyaranta, meg ősszel. Ezekre el lehet menni, de tudjuk azt, hogy ez nem a vidéken újrakezdésről szól. Ez nem arról szól, hogy te képes legyél arra, hogy megáld a helyedet egy tanyán, hogy megáld a helyedet egy zárt kertbe. Mert nem valós képet mutatnak be erről a dologról. A második fő veszély az a tudás és a gyakorlati tapasztalat hiánya. Na de hát nekem van tudásom, mert ahhoz, hogy én megvegyem a tanyát, ahhoz, hogy parasztá váljak, le kell tenni az aranykalászos gazda vizsgát, be kell menni a főhivatalba, ott a pecsétes ember rányomja a papírra valamit, és akkor földműves lettem. Hát nekem van tudásom, mert aranykalászos gazda végzettségem van. Az aranykalászos gazda végzettség, Magyarországon nem szól másról, mint arról, hogy befizesd a pénzt, és a befizetett pénzért cserébe te jogot kapjál arra, hogy egy hektárnál nagyobb földterület lehessen a birtokodba. Nem jár tudással. Korábban próbálkoztunk, és van is egyébként egy ilyen csapat, aki próbálkozik tudást adni aranykalászos gazda tanfolyamon. Talán egy van, ahol fel kell ülni a traktorba. De azt meg nem szeretik, ugye? Mert az a tény, hogy el kell járni. És hát ugye azért idő erre annyira, annyira nincsen. A másik, pont ezért a gyakorlati tapasztalat, hiánya. És nagyon nehéz ma válogatni az interneten lévő forrásokból, hogy ezek a tapasztalatok hol és hogyan érhetőek el. Melyik a kipróbált tudás? Akár csak üst be a YouTube-ra, hogy vajkészítés, és próbálj meg az alapján vajat készíteni, bármelyik YouTube videó alapján vajat, és hogyha sikerül, akkor gyere, mert adok még 10 liter jersey ajándékba. Gratulációm fejbe, mert én sokat gondolkoztam ez, egy direkt rosszul vannak megadva a hőfokok. Mert azon a hőfokon nem lesz a tejszínből vaj. Ja igen, a vaj az nem a margarin, hanem a vaj az a tejnek a színéből, a zsírjából készített élelem. Ami ugye, ugye számtalan ö, dologra hatékony jászvajat lehet bele csinálni, amit gyógyszerként alkalmaznak, és egyébként. Én erre gondolok. Tehát nagyon nehéz megszerezni ezt a tudást. Az elején, amikor megírtam a Fentartató Visszafejlődés Élelmiszer Önellátás című könyvet, az első könyvem, ami már ott a 45 négyzetméteres kis házba született, akkor ott, ott próbáltam bemutatni azt az utat, hogy hát nyilván ami az egyetemi katedráról a Vasvillához vezetett, és nyilván azért, hogy mi ez a margarin, amit mondjuk bármelyik mosóporgyártó gyárat át lehet állítani egy nap alatt margarin gyártani, meg melyik a másik vaj, is, hogy miért jobb a vaj, és miért fontos az élelmiszer ellátás. de abból a könyvből 2000 példány azonnal elfogyott, és, és egyáltalán nem kapható, és amíg most van egy komolyabb változás nem lesz, addig nem is fogjuk tudni kiadni azt a könyvet. A második könyv, amit szintén a tudás hiánya miatt írtam, az a fenntartható visszafejlődés szelíd mezőgazdaság. Ezt a címet kapta. Ez a Vasvillától a az élelmiszer önellátó gazdaságig tartó utat mutatta be, amikor is állati termékből száz százalékig élelmiszer önellátóak voltunk, ja, mi eszünk húst meg mindenfélét, és kertészetiből azt mondom, hogy jobb évből a 75-80 százalékig tudtunk élelmiszer önellátóak lenni élelmiszeren ellátás, tehát üzemanyagot nem állítunk elő, szemüveget nem tudunk csinálni, kamerát se, ezekre mind szükség van, hogy, hogy megvegyük, ezt csak zárja, mondom, sőt a sót se és sikerült még csinálni, tehát észszerű határok között. És amikor megírtuk ezt a könyvet, ennek a példányszáma is nagyon gyorsan elfogytak, akkor elkezdtek olyan levelek jönni százával, akkor hat önkéntes válaszolt a levelekre, már az a hat csak négy, de kettőt kell majd találjak, tehát önkénteseket keresünk a levelezés segítésébe, hogy hogyan kell megcsinálni, hogyan kell tartósítani a elektromos áram nélkül, hiszen mi is arra vagyunk beállva, hogy lehetőleg minél több élelmiszert elektromos áram nélkül tartósítsunk nem volt lehetőség arra, hogy ezeket a módszereket bemutassuk mondjuk a Youtube-on. Vágjatok már le, légy szíves a Youtube-on egy disznót, aztán nézzétek meg, hogy meddig lesz Youtube videó. A kislányom csinált egy TikTok csatornát, a TikTok az emberiség halála lesz szerintem, és a, 2500 követő összegyűjtő, hogy a tanyasi gyerekkor milyen bemutatta szerintem egész ügyesen, majd é, kapott, a, kapott, az egyik ismerősünk egy marcsokit, majd kivágod ezeket a részeket, ha ki akarod, és a élet első marcsokját megette a bárányával ülve a földön, és mivel már volt figyelmeztetése a TikToktól, azért, mert feltette, hogy hogy születik a borjú. Nem szabad ilyet feltenni, kit akar vagy Most meg marcsoki tevett, ami reklám, ezért úgy törölték le, hogy egyetlen egy videója sincsen. Na most ugye sejtjük, hogy a most picivel több mint 27 ezres fenntartható visszafejlődés YouTube csatorna is gyorsan menne a kukába. Hogyha mondjuk ott arról lenne föl videó, hogy hogy kell a kecskének a lenyúzott bőrét mondjuk lesózni. Vagy ilyen egyszerű fogások. És akkor erre hoztuk létre a feleségemmel a Tanya Egyetemet, ami egy olyan videó megosztó oldal, ahol leszúrom a disznót, elvágom a csirkenyakát, ahol leszedjük a kertből az zöldséget, ahol megmutatjuk, hogy télen hogy terem a valipini, vagy egész egyszerűen hogy kell azt a vajat megcsinálni, hogyha mondjuk van hozzá kisüzemi gépet, vagy hogy kell azt a vajat megcsinálni, hogyha nincs hozzá kis üzemi géped, milyen a zsírustúró, túró, sovány túró, ezek hogy készülnek, eleve honnan van a tej, hogy kell fejni, hogy születik a borjú, az most majd holnap kerül fel az ellésekről való felvétel, és ilyen szakmai videókat teszünk ki a Tanya Egyetemre, pont ezért viszont természetesen nem, tehát természetesen valami elképes díja van, mert az informatikust fizetni kell, de én ebbe például bele se látok, tehát, tehát nem abból vettem a, az ingemet, hogy, hogy van ez a is és létrehoztuk pontosan ezért a tudástár miatt, illetve kifejezetten azt látjuk, hogy a tudás és a gyakorlat hiánya az, az sokkal jobban sújtja a hölgyeket. Azért, mert a férfiaknak azért van szerencséjük, mert megfogja, Fölneveli a birkát, erőt vesz magán, elvágja a nyakát, azt beviszi, beteszi a fagyasztóba, eddig a férfi tökéletesen meg tudja csinálni. Lehet, hogy mondjuk félüvek pálinka is elfogy az első vágásnál, de most ez lényegtelen, de ott van a birka a hűtőbe, és ebből nem birkapörköltet kell csinálni, vagy esetleg mondjuk nincsen méhűtés, úgy kéne azt a birkát eltartósítani. És láttuk azt, hogy a házasságok ezen mennek tönkre, mert amikor felnevelted, levágtad, nem jó érzés. Nem jó érzés senkinek elvenni annak az állatnak az életét, és van, aki nem is tudja ezt megtenni, nincs ebből semmi baj, amit te neveltél föl. De én azt gondolom, hogy az ő, ő, aki életét adta azért, hogy te élhess, és a kukába köt ki, vagy esetleg a, a fagyasztó mélyén évek után a kutya előtt, akkor az egy hiába valóság volt az ő halála. És mi nagyon komolyan veszük, hogy Mindaz, amit meg kell lőnünk, azt el is fogjuk fogyasztani, és az utolsó porcikáját is felhasználjuk az adott élőlének, és akkor a feleségem szerette ő ezzel, vagy szerette, igen, és segíti is a, a, a házi asszonyokat, lányokat, akik ezeket a technikákat a szüleiktől nem tudják megtanulni, de még onnan tudom, hogy gyavarészt a nagyszüleiktől se, hogy van egy 80 év fölötti hölgy, aki felhívott engem, és ezeket az egészeket látva megvett egy nagy külterületi birtokot, és az amerikai Egyesült Államokból most tavasszal haza költözik, mert ő azt mondta, hogy ő itt akar így élni, állatokat, kecskéket tartva, és nyilván a felhasználásra, ugye, ugye itt van ez a tartósítós könyv, 10 darab vagy 15 van itt. Majd a, a végén, hogyha valakinek kell, akkor a feleségemet keresse meg. Tehát a második fő veszélyforrás, és valójában láttunk már itt egy példát, ami nem egy példa, hanem nagyon sok csak egyet kiragadtunk, az a, a romantizált életmód után a tudás és a gyakorlati tapasztalat, és az annak megtalálása és beszerzésének a hiánya. Még a, a tudás fontosságáról annyit mondanék, hogy 14 évvel ezelőtt még éltek olyan idős emberek, akik ugye emlékszem, sokszor szégyenkezve, hogy hát azért ez már idejét múl dolog, de megmutatták, hogy hogy kell csinálni, és nekünk még az elején nagy szerencsénk volt, hogy ilyen tanyasiakkal tudtunk beszélgetni, és mivel 14 éve élelmiszer ellátó háztartásunk van, ugye most már teljesen 2000 18 óta, a, hogyha ha nincsen bolt, bor élelmiszer, akkor nekünk semmi bajunk nincsen, mert nem egy kattintással át lehet kattintani a gazdaságunkat, illetve a kisközösségünket, hanem élelmiszer önállatok vagyunk. Meg lehet csinálni úgy, ahogy ezen most ez a 60 tanya összefogásából közösségi szinten is meg van csinálva. Kipróbált tudásokat tartunk csak elismert tudásnak, ugyanis mi Agrár Tudományi Egyetemet végeztünk, sőt, még mind a doktoriskolát is a szakirányba, és az, amit a, az a, ma egy Agrár -tudományi Egyetemen tanítanak, ha van még Agrár Tudományi Egyetem, az a tudás, az tökéletesen nem jó arra, hogy te abból valahol valamit majd csinálj. És tanítottam szakképzésben, meg egy évet általános is poémból, hogy el tudja mondani, hogy át első osztálytól az egyetemen át a felnőtt képzésekig mindenhol tanítottam én tényleg középiskolában, és minden szinten, mire egyébként rájöttem, hogy nem lehet tanítani. Tehát az egy hülyeség. Aki azt gondolja, hogy tanít, azt tőlem nagyon nagy távolságban van, mert azt gondolom, hogy semmi más nem tehetünk, mint motivációs környezetet biztosítunk egymás, és a gyermekeink számára is ebbe a motivációs környezetbe ők tanulni tudnak azt, ami az ő érdeklődési körük mentén megfelelő, de most ebben nagyon nem menjünk bele, mert erre nem kaptam engedét. Tehát kipróbált és bevált tudást, azt gondolja az ember, hogy iskolapadba szerezhet. Nem. Még a gazda képzésbe is, ahol vizsgáztattam 7 éven keresztül, az országos gazdaképzésbe, vagy a mezőgazdasági technikusba. Nulla, nulla olyan ismeret van, amire neked a tanyasi élet mindennapjaiba szükséged van. Tehát, ha a tanyasi élet egy focipálya, akkor azzal a tudással sajnos nem tudsz gólt rúgni, mert az a tudás az úgy van megcsinálva, hogy nehéz legyen megtanulni, az agyadat lehetőleg teljesen leszívja, nagyjából az életkedved is esetleg elvegyed, de a gyakorlatban sajnos nem tudod sajnos nem tudott használni. Ez a motiváció és a szelíd mezőgazdaság, ami nem kapható már című könyv megírásába. Gondoltam, hogy összeállítok egy kis könyvet tanyagazdáknak. Azért, mert az aranykalászos se jó, az egyetemi tankönyvek se jó, akkor legyen már egy olyan, amivel tényleg mi 14 éves tapasztalattal most azt mondjuk, hogy el lehet indulni egy tanyasi életútján. És a negyedik dolog, amit én illetve a harmadik dolog, amit én hoztam az az elszigeteltségnek és a magánynak a kérdése. Ugyanis amikor egy tanyára költözöl, akkor te viszonylag elszigetelt életet fogsz élni. Ettől a zsongástól száz százalék, hogy, hogy egy elszigeteltebb, lelassultabb környezetbe mész. Amikor mi oda költöztünk a tanyára, én egyetemen tanítottam, a feleségem egy tenyésztésvezetői pozíciót töltött be, feladatokat látott el egy, egy, egy egyesületnél, és körülöttünk sistergett a levegő, vibrált, nem lehetett, nem lehetett megmaradni. És akkor becsöngettem a szomszéd tanyába, aztán már otthon voltam, amire hátra néztem, és kiért, hát mi csinál ez már öt perc is eltelt. Ugye, tehát eznek a lelassulásnak a, a folyamata is egy, egy, felkészültséget igényel. És nem lesz az, ha egy olyan tanyára mész, ami egyedülálló, valahol egy szórt tanya, hogy átmegy a szomszédod, nem lesz az, hogy esetleg oda a rokonaid le fognak menni. A legnagyobb fájópont a rokonaink, én egy magam nevébe beszélek, de a feleségem és a tanyasi közösségünk tagjai nagy részének nevébe beszélhetnék, hogy a rokonok ezt nem értik meg. Nem értik meg azt, hogy karácsonykor, hogyha birkát tartasz, nem tudsz elmenni a karácsonyi családi együttlétre egész délutára, és tudod miért nem? Mert húsvétre vannak készen a bárányok. Ugye húsvéti bárányok a hitünknek is a, 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 a példa, ugye húsvéti bárány. Mikor születnek azok a bárányok, hogy húsvéti bárányok és húsvétkor vághatóak? azok pont karácsonykor születnek. Tehát te karácsonykor tudod hol vagy? A hodályba térdelve imádkozol az anya birka mellett, hogy ne digöljön meg a bárány, ugye? Az első évekbe. Így telnek a karácsonyok, de csoda szép, tanyasi karácsonyok, csoda szép ünnepek. Én, mert tanyán nincs husvét, nincs karácsony se hétve, ez hülyeség. Mert mi, amióta ott, ott lakunk, mindig volt karácsony, mindig volt husvét, egyszer sem maradt el még a pünkösse, de szombat, vasárnapok is vannak. Tehát ugyanúgy vannak, csak kicsit átlényegülnek. És azt látom, hogy nagyon kevés az a, az a, tanyalakunk egy, egy, akit a családja tényleg támogat, ők is most költöztek csak ki, támogat és ott van, és biztatja abba, hogy ebbe a tanyasi életbe éljék a gyerekekkel a mindennapjaikat. Tehát a család nagy része, az sajnos nem elfordul, de mondjuk azt mondom, hogy az addigi pozitív kapcsolat nulla lesz. Én nekem a családi minden úgy telt, hogy 40-50 nem voltunk a szűk családikor, amikor összejött. Hát unokatestvéreim és nagynénéim, akikkel én hetente találkoztam, közül 14 év alatt a nagy részük az nulla nullaszor járt a tanyán. nulla Nullaszor. Most, hogy többször látják a tévből, hogy most már nem 2800 négyzetméterre, hanem 30 ezer, meg nem egy 45 négyzetméteres présház, hanem két szép ház, mert most már úgy azért úgy érdeklődnének, de ez az érdeklődés nem biztos, hogy Sipos Mihálynak szól. Ezt majd után mindenkinek ugye, ugye a saját élethelyzetébe kell eldönteni. Tehát egy, egyfajta elszigetelődést és magányt hoz ez a tanyas élet, amivel összekapcsolódik a, a negyedik főveszély, és ez a, ez a lelki felkészültségnek a kérdése, amiről már beszéltem, és amiről talán, ami beti fekete övesebbek vagytok, mint mi, hogy lelkileg te hogy állsz ahhoz, hogyha mondjuk kiszárad a paradicsomon? Vagy hogy állsz ahhoz, hogyha a lehető legjobb öntözés mellett sem lesz abba az évbe az őszi barackból semmi? Mondjuk kertészeket még nem nagyon láttam sírni kiszáradó paradicsom fölött, de én bőgtem, amikor megdöglött a tehenem, meg amikor a lovunk elpusztult akkor is, és itt a barátom Tóth Tamás tanul erre, mert általában ezeknél a rossz eseményeknél ott van, mert ugye állatorvos az, az kell, hogyha más nem, is késő a tehenet, ugye, föl kellett boncolni, hogy mi az, ami a problémát okozta. Hogy állsz te ezekhez a dolgokhoz, hogyha tervezed mondjuk a a, a vidéken újrakezdést. Főleg, hogyha mondjuk ez egyetlen tehened, vagy mondjuk egy bárány. Ezekre való lelki felkészülés is nem az a téma, amit két Youtube videó megnézése után teljesen elsajátítottunk, és jók vagyunk benne. Ha megnézzük, a városi embereket kérdeztek meg, és meg is jelent belőle egy, egy doktori diszertáció, annak idén csak most már egyszer nem tanulom az interneten, ezért a lényegét fogom csak elmondani és megosztani veletek, hogy a városi embereknek mi az a fő hátránya, ami innen nézve problémát jelent mondjuk egy tanya vásárlásnál, egy vidéken újrakezdésnél, mondjuk egy zárt kert megvásárlásánál, és ők a következő, következő négyet sorolják föl, közbiztonságot teszi első helyre, órákat lehet találni róla, szintén erről, erre egy ipar ráment, hogy hogyan véd meg magad, és mi lesz, hogyha jönnek a svédek, úgy mondják, és el akarják vinni mondjuk a rezet az udvarból, vagy bármit, akkor neked mit kell csinálni? Ugye? De ezekre iparágak vannak, kamerát adnak, ilyeneken. A másik ilyen az egészségügyi ellátás, hát a mentő, hogy talál ki a tanyára, nincs orvos, nincs, hát ahó, oh, már lassan itt sincs. A második, vagy a harmadik a közlekedésnek és a mozgásnak ugye a, a probléma és a hiánya, hogy hát azért csak a dűlőbe laksz, tudod, a homokúton, vagy mondjuk agyagos úton kell fölmenni. Ezt hogy lehet megoldani? És a, a negyedik az az iskolába járás, bevásárlás és ezeknek a leszervezése. Ez a négy, amit a városi lakosság rögtön mondott, hogy ez a hátránya a tanyas életben. És megkérdezték a tanyán élőket is, hogy sorolják fel az első négy ilyen problémát sorrendben, egy se szerepelt ebből benne. Egy se szerepelt ebből benne. Tanyáról nézve nem gond a közbiztonság, nem gond az egészségügyi ellátás. Szerintem a tulipanstaján gyorsabban ott van a mentő, mint mondjuk itt, és mondjuk nem gávölgyi úlér jönnek, hanem csak valami kis sima emberér is, akkor is a tulipános tanyára ugye gyorsabban kér. Nem probléma a közlekedés, és nem probléma a gyerekek iskolába járatása, vagy a, vagy a bevásárlása, illetve az utolsó előtt ez probléma, de arról megint csak nem akarok beszélni. Mi van akkor, hogyha a menekülés a cél. Mi van akkor, hogyha a vidéken újrakezdés célja és legfőbb motivációja az a menekülés. Menekülés a természetben, mert figyeljetek, ilyen is van menekülni kell, mert tényleg mindenki látja az éghajlatváltozást, mindenki látja azt, én is, hogy ez így nem működik, ahogy láttam itt, hogy jöttünk ide, jöttek az autók mindenfele, néztem az emberek arcát, te úristen, mi van itt, akkor már nem tudtam, hova nézzek előre, nem mertem, mert mindenhol autók rendőrök, tehát figyeltek, ez áh, ez, ez, így, ez így fenntarthatatlan, és mit láttam, most föl kell állnom, azt láttam, hogy fiatalok mint én, vagy még lehet, hogy még hosszabb hajuk volt, itt fölül a fufrujuk, de nem is kérdeztem, hogy az enyém jól áll-e, mert itt videóznak. Na nem baj. Mivel mentek? Mi volt a kezükbe? Az egyik kezükbe az aktatáska, az irodából mentek haza. Mikor jöttünk ide? Hány óra volt? Fél hat? Hat-hét hat -hét között mentek haza. A másik kezükbe a papírzacskó. Mondom, itt adnak valamit, vagy mi van, ebből? mi papírzacskót vitt, mindegyik papírzacskót vitt a kezében. Fehéret, meg ezt a újrahasznosítottat, azt fölismertem. Azt mondja nekem a feleségem, hogy hát viszik haza a vacsorát. Papírzacskóba, papírzacskóba. Hú, és ott vagyok, hogy nagyon messziről kellene kezdenem azt, hogy miért van tele az onkológia. Nagyon messziről kellene kezdenem azt, hogy mit jelent gondoskodva uralkodni egy állaton. És hogy milyen élete van annak a disznónak, akit te otthon az erdő aljában minden nap megetetsz, fölnevelgeted, vakargatod a hátát, neve van esetleg, ha hibázol, zárójelben, hogyha hibázol, nem kell nevet adni neki, és akkor két évet ott él a családoddal, a minden napotok része, és akkor, és akkor hát eljön az idő, azért van, Összéttek a haverokkal, bevertek egy-két pálinkát, vagy hármat, négyet, bátorítottak, és ennek a disznónak elveszitek az életét, leszúrjátok, és, és feldolgozzátok kolbásznak, mint a mi is. Ugye kolbászos buliba találkoztunk most legutóbb. És mennyivel másabb ennek a disznónak az élete és a halála, mint annak a szerencsétlen állatnak, aki a zacskóba van valamilyen terméke, a zacskóba tudod, amit visznek. Ha az vagy, amit megrendelsz itt, vagy amit megveszel a biopiacon, az ugyanaz, az mind, mind, mind egy kapta fa. Mind egy kapta fa. És akkor látjuk azt, hogy egyre inkább mi keresztény ország vagyunk. Egyre inkább büszkék vagyunk arra, hogy keresztény örökségünk van, hogy a templomba járni sik. Meg ilyenek ezzel nincs semmi baj. Csak azzal van a baj, hogyha már templomba jár és és a kereszténység ma menő, hogy Isten azt mondta az embernek, nem csak a kereszténységben, a zsidó is, hogy gondoskodva uralkodjál. A Héberbe több uralkodni szó van, de neked gondoskodva kell uralkodni a mezővadjain, azt hagyjuk, az állatokon, és a növényeken gondoskodva kell uralkodni. Az a kérdésem, hogy gondoskodva uralkodása -e az, ami az acskóba van. Az a disznó, azért négy vagy öt hónapot, a napfény nem látta, a talajt nem érezte, amit a talajból, a földből kellene felnyalni a ő vasat, azt ő inekcióba kapta meg a születése után néhány nappal, de előtte jöttek az emberek, és a tudomány nevében, bocs, doktorkám, levágták neki csípőfogóval érzésteit, és nélkül a... A fogait itt oldalt, hogy az anyját, amikor szopja, biztos jó legyen ott a műanyagon, a mesterséges világításról, mert nap sütött be. Gyorsan már akkor levágták neki a farkát is, hogy nehogy már egymás farkát lerágják, mert hogyha nagyon kis helyre vannak bezárva, akkor le fogják rágni egymás farkát, tehát akkor nem kell neki a, a farka, se kell neki, és akkor mindenféle olyan dologgal etetik, arról nem is beszél, hogy, hogy ivartalanítják, vagy rosszabb esetben inekcióval ivartalanítják férfiak, a sperma számotok milyen és milyen volt mondjuk a nagyapátoké inekcióval, ivartaléntott hímsertések húsát eszitek, de még a szója ezt pluszba tetézi, de lehet, hogy erről a Balázsnak részletesebb statisztikai vannak, tehát akkor fölneveltük ezt a disznót mindenféle olyan dolgon, amit én nem ennék meg, GMO takarmányon neveltük föl, mert nagy kamu ez, hogy GMO vigyázatok az Ukrajnából importált. Persze, biztos, hogy az, de Magyarországon is itt van, GMO-t eszel, a zacskóba genetikailag módosított szervezetet tartalmazó élelmiszer van a boltba, bemész a bevásárlóközpontba, GMO csokoládét veszel le, mert a benne lévő szója is, valamiért még a parasztkóbászban is szója van, az jó napot kívánok Amerikából jön, ami ugye a genetikailag módosításnak és mindenféle, mindenféle létező rossznak a fellegvára, ezért is nagyon tetszett a régi ortodox keresztény liturgia, amikor ellenne mondtak a bűnnek, akkor nyugat fele fordultak, és köptek egyet. Ugye, és úgy folytatódott tovább a De nincs ebből baj, csak tudjuk azt, hogy az acskóba ez van. És amikor mi levágtuk a disznót, akkor hogy történik az acskós disznóval ez? Ez úgy történik, hogy jön a zsoldos, aki zsoldos, mert a, az idejéért pénzt kap, és akkor fölverik, a, fölverik a az autóra valami elektromos ösztökével, vagy valamilyen gumibotokkal, megautóztatják egy 8 órát az országba, ti is biztos láttatok ilyen nagyon szomorú dolgot, mint a sertés szállító autó, de a mar az még cukipcsok csak nem akarok sírni. És akkor a sertés nem annyira cuki, az most jó példána. És akkor megérkezik a vágóhidra, ahol lehajtják, törnek, egymást eltörik a lába, szétcsúsznak ott az állatok, és ott várakoznak, várakoznak, majd ezt követően szépen végigmennek a soron, érzik a vérnek a szagát, érzik a halálnak a jelenlétét, és egy hiába van kábítás, egy iszonyú nehéz módon veszítik el az életüket. Mennyibe inkább Választanák azt a halált, amit még mi a doktorral adunk azoknak a macoknak, vagy a laci bácsi valamikor disznót vágunk a tanyán, és megfogjuk, és akkor rendesen levágjuk. Ott azonnal észre se veszi. Tehát mennyivel másabb egy szelídvágás, mint az a nem szelíd? Mert persze itt van ez a hülye paraszt, idén a tanyáról, és akkor itt arról beszél, hogy megöli az állatokat. Oké, okay. hogyha te nem bőrcipőbe vagy, én a csizmámat vettem föl, mert az éppen föl akartam öltözni, vagy nem eszel húst és vegán vagy, akkor én azt mondom, hogy te teszel valamit valóba. Teszel valamit az állatok jólétének érdekében. De ha te nem eszel mondjuk zacskóból, hanem eszel mondjuk a boltba, vásárolt húsból, száz százalékig az az előzőből származik. Tehát normálisan előállított, gondoskodva uralkodásból származó állatot és növényt visszaülök, nem tudunk venni ma a pénzünkért. Hogy jutottunk ide? Ha a menekülés a cél, arról, arról beszéltünk, akkor az egy nyomást tesz rá. Tehát persze menekülés, mert látod ezeket, idejött, elmondta, bekajátom egy az egybe kanyar nélkül, nem szabad megenni ezeket, én is magamnak akarom csinálni. Persze tudom, te meg tudod venni valami ismerőstől, <laughs> csak én meg látom, hogy ezeknél az ismerősök némi tesznek a disznók, vagy mondjuk a tehenek, vagy a marhák. És tényleg az idő szorít. Az idő szorít a gyerekek nőnek, jó lenne egészségesebben táplálkozni, és hogyha van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nyomás feléd, akkor kevés az idő a racionális döntés meghozására, hogyha sürgetve érzed magad. Nézzétek azokat, akik beviszik a nyugdíjasokat egy terembe, és eladják ezt a mikrofont, hogy meghosszabbítja az életedet. Most 100 ezer forint, egy óra múlva már 200, ugye? Tehát nem tud racionális döntést hozni, és, és ugyanez ott van akkor is, hogyha te a menekülés miatt indulsz el. Ráadásul, hogyha a te élethelyzetedből kell menekülni, akkor nagyon gyakran a problémáid oda is kísérni fognak, mert a problémáidat azt magadnak kell megoldani, hogyha te nem vagy sikeres az életedben, nem vagy sikeres a házasságodban, a mindennapjaidban, akkor nem a tanya lesz a te megoldásod, nem a tanya lesz a te boldogságod útja, és vidéken nem lesz minden rózsaszín. És tudjátok, hány ilyet látok? Hogy új életet kezdünk vidéken, és én nem láttam olyat, akinek még, még meneküléssel, nyomás alatt ez sikerült volna. Ha teljes függetlenné válás a cél, az, hogy én a civilizációból száz kilépjek, és, és, én majd ott teljes fúr szabadon éljem az életemet, akkor megint azt tudom mondani, hogy ez egy hibás cél, egy hibás vízió, és az erre irányuló vágyak, azok azok nem a valóság irányába fogják hajtani majd a te vidéken újrakezdésednek a sikerét. Ugyanis egy pár példát hadd mondjak erre. Például alkatrészekre szükséged lesz, mert előbb-utóbb valamihez kell alkatrész. Az alkatrészt azt ugyanúgy, ugyanúgy a, a, a gyárba állítják elő, és ott nem fogják neked teért odaadni. Én próbáltam a traktorboltba, mert ott nagyon olcsó minden az MTZ-hez, hogy teért sajtér, hát hülyének néztek, de tudtam, hogy annak fognak, de mondom, kipróbálom, mert ide ritkábban jövök, mint a benzinkútra. De a benzinkúton nem mertem kipróbálni. Tehát Oké, okay, biciklivel jár lóval, tökéletes, de mondjuk nézzük, a biciklinek is ugye kell alkatrészt, mert nem tudod megtermelni. A ló, a ló meg az állatok kérdésének egy csomó hatósági díja van. Ma Magyarországon kérődző állat nem lehet egyedi azonosító nélkül. Kérődző mondjuk a kecske, a jú, vagy mondjuk a, a szarvasmarha. Mindegyikben van egy ilyen fűszám, van amelyikben mikrocsippes a birkákban, Bekattintják a számot, és Brüsszelbe kidobja, hogy hol van a tehén. Ugye ez ezt a célt szolgálja? Aztán, hogy milyen célt szolgál, azt mindenki el tudja gondolni, de jön a hatósági állatorvos, aki egyébként mondjuk képtelen arra, hogyha a tehenet fel van fuvodva, segítsen. Mi belefutottunk cegléden egy olyan állatorvosba, szimpatikus volt, mert származása minden alapján azt gondoltam, hogy ez egy rendes magyar gyerek, ez lesz az állatorvosunk. Hagyta volna az egyetlen tehenemet megdögleni, mert a barátom meg Írországba építette éppen a karrierjét. Majdnem megdöglött a tehenem, mert ez az állatorvos ki tudott jönni 15 ezerért benyomni a mindig új terepjáróval a bórű fülébe a számot, de amikor a tehén beteg volt, akkor nem ért rá, vagy hát bevallotta, hogy nem is annyira ért ehhez. Na de a hatóság állatorvos az írta ahhoz, amit csinál, mert azért pénz jár. Minden évben vért kell venni ezektől az állatoktól, bőrpróbát kell csinálni, nem a -e beteg. Most megint felállok, nem baj? Lehet, nem hív meg még egyszer. Eljöttek hozzám Spanyolországból. Ott a fagyizóba találkoztunk. Spanyolországból. Könyvér. Könyvér. De Jászkara Jenőre eljöttek Ausztráliából és az USA-ból. Van olyan, hogy fenntartható visszafejlődés Ausztrália. Meg most alakul az amerikai csoportunk is. És mindez, mindez egy tanyasi életet kialakító élelmiszer önellátó kis összefogás mentén már nem csak országon, kontinenseken is átélve. Eljöttek Spanyolországból. Én, amikor Spanyolországban voltam, 1996 butójára bika viadalom voltam. Ezek a marhák beküldték a bikát az arénába, és szétkínozták, azt kinyírták. De nem előszörre. Ez egy tökös nemzet. Itták a bort, meg jelnek. Hát gondoltam, máshogy állnak ezek az állatokhoz, mint mi. Há, Mi van Spanyolországban? Ez a család, nézi a videókat, érdekli a közösség, tagja akar lenni, ugyanezt akarja csinálni Spanyolországba, kecskét és tyúkot akar tartani. Ismétek ezt a sztorit? Már akkor nem mondom el. Eh? Nem. Aj, de jó embereket válogattál össze. Nem. Jó. nem baj, majd abból kevesebb jut. Öt kecskét, meg húsz tyúkot. És hát hatósági engedélyezés van, az állatorvos, az irodai dolgozó, aki ott fogad az asztalnál, meg a pecsétes ember, az mindenhol van pecsétes ember Magyarországon is, pecsét mindenre kell. Na, meg kell csinálni a kecskéknek a helyét, mert kell, hogy legyen hely, ez tök jó. Szabvány, építés, hogy mint csinálod, minden. Meg kell vegyed a takarmányát, megcsinálták. Be meg kell adnod, ha kész az igényt, hat hónap múlva kimentek megnézni, hogy lehet-e itt kecskét tartani. Hát környezet tanulmány is kell a kecskékhez és a baromfikhoz is, hát a szomszédokat is meg kell kérdezni. Oké, okay. szomszéd bácsi nagyon félt, hogy esetleg a kiszabaduló kecske megharapja, és ezt mondta ott az kiérkező környezettanulmányt végző szakembernek. Az egyik eh, idős hölgy, ez a, ez a vért vagy varós járvány időszak alatt történt ez az ez egész, az egyik idő, nem mondtam késik nem fogják a videót levenni a Youtube-ról, de majd ott be kell lixelni alul, hogy vitatott társadalmi témákat tartalmaz, bocs, vagy ki kell várni, vagy leveszik, mindegy. Félt attól, hogy a kecskéktől vagy fertőzést elkap, és hát ő nem volt biztos, hogy mit lehet, és megtiltották, nem lehet neki, nem lehet neki kecskéje. Hiába már minden megcsinált, előkészült, dolgozott egy csomót, mert ezek a Magyarországon összeszegelek valamit a kecskéknek, ez ott nem jó. Nem tarthatott kecskét, mert elmeszelték közel egy év után a hatóság. Na de csirkét, tyúkot, tojótyukot tarthat-e? Hát annak meg olyan szabályozása, hogy tarthatsz tojótyukot, tarthatsz, te magad megeheted a tojást. Árulni, annak olyan ellehetetlenítő szabályai vannak, amit nem lehet megcsinálni. Ugyanúgy tiltott, ugyanúgy ez Magyarországon is itt van, ahogy Magyarországon is jogi környezetben a házi vágás tilos, ezt csak halkan mondom, de igenis, ahhoz, hogy ezt ki tudják vitelezni, az előbb a 27 ezeres YouTube csatát le kell venni, mert nem fogjuk hagyni, hogy ezt a hungarikum életet, Külföldről jövő nyomás alapján kénytelenek legyenek Magyarországon is, esetleg elnyomni. Nagyon fontos, hogy összezárjunk, tudjunk egymással, és sokan legyünk, hogy tudjuk hagyni ezt a nomád állattartó nép voltunk, a genetikánkba gyökerezik az állattartás és a házteljártartás. Nem szabad hagyni, hogy ugyanaz legyen, mint Spanyolországban. Mert, ha veszek tyúkot, és a balázs eljön hozzám vendégségbe, akkor én azt a tojást nem készíthetem el neki, vendégségbe, amit én termeltem, és ajándékba se adhatok belőle neki. Nincs az, hogy itt van tíz tojás, tessék, vigyetek. Azért nem, mert annak a tojásnak nem biztosított a élelmiszer higiéniai háttere. Ma az élelmiszer higiénia cím szóval gyilkolják meg nem csak a kistermelőket, hanem azokat a, a csoportokat is, akik szeretnének valahogy állattartásból megélni. De van egy jó hírem, Közösségen belül mi vagyunk a HACCP, közösségen belül mi döntjük el azt, hogy melyik az az élelmiszer, ami a közösség számára megfelelő, és melyik az, amelyik nem felelő meg, és nincs szükségünk egyetlen egy fehérköpenyes hatósági állatorvosra se. Persze, ők be fognak jönni, vért vesznek a te tehenettől, beoltják a lovadat, beoltják a kutyádat, ő ellenőrzik a papírokat, és ezeket nagyon-nagyon súlyos összegekbe kerül minden évbe. Még nem számoltam ki, de nem tudod azt megcsinálni, hogy nem oltatom be, nem tudod azt megcsinálni, hogy nem vetetek vért hogy nem engedem, hogy belenyomják mondjuk a, a tuberkulózis próbát a tehenembe. Nem tudod megcsinálni, mert nincs, já, nincs rá jogi lehetőséged. Éppen ezért a teljes függetlenedés az, a társadalomtól, a civilizációtól, ilyen szempontból is egy lehetetlen küldetés, és hogyha megpróbáljátok, akkor ha sikerül, szóljatok, mert, mert akkor én érdekel, hogy hogy csináltok. Ugyanígy tartozik, hogyha esetleg az összeomlás elkerülése a cél de elkerülhetetlen, ugye? De várjál! Vannak, akik ezt megpróbálják elkerülni, én látok ilyeneket. Látok ilyeneket. Nagyon sokan próbálják túlélni a világ végét. Nagyon sokan. Ezek a célok vezérlik őket. Csak én nekem azok a kérdéseim, hogy azért volt itt baj, a Laci bácsi tudna mesélni, és lehet, hogy sokkal jobb volna, hogy ő kapja ma meg a mikrofont, azokról az időkről az 50-es évekbe, amikor nem volt mit enni, mert be kellett szolgáltatni az élelmiszert. Be kellett, lesöpörték a padlást, közben operatőrvők, ezt megállítom, ennyi vágókép elég lesz nekünk, lesöpörték a padlást, és elvittek mindent, és nem maradt a családoknak mit enni. Szerintetek ma, hogyha a Mercedes gyár dolgozói kecskeméten éhezni fognak, akkor nekem hány darab birkám meg tehenem lesz a tanyán? Szerintem nulla, de már lehet, hogy addigra tanya se lesz a beszolgáltatás. Higgyétek el, a beszolgáltatás kialakulása előtt két nappal biztosak voltak benne, hogy na ilyen aztán itt soha többé nem fordulhat elő. És az utóbbi pár év nagyon jó arra, hogy a, ezek a soha többé nem fordulhat elő dolgok, ezek látjuk, hogy de igen. Tehát beszolgáltatás is. Ugyanúgy bármikor újra érintheti a termelésből, gazdálkodásból élő embereket. Egy hozzászólás az én Facebook csoportomban, a Tulipas Tanya Önellátás csoportban, ami egy fúszakmai csoport, valaki egy szomorú fejet tesz egy lenyúzott nyúra, vagy ennek kiteszik az adminisztrátorok, így vannak megkérve, így végzik a munkájukat. Ez egy szakmai csoport, itt büszkén, itt, itt mindenki, aki büszke, azt építjük, támogatjuk, vagy egy hűha fejér, azért is azonnali kitiltás jár. Tehát van egy ilyen szakmai csoportunk, úgy most tanulja önellátás, megpróbálkozzatok vele, hogyha esetleg bírjátok az ilyen dolgokat, tapasztalatokat osztjuk meg. Odaírja, odaírja, hogy mert mit gondoltok? hogyha nekünk, akik dolgozunk, nem lesz, akkor majd nekünk a tietekből nem jár. Nem tudtam megvédeni, késő vettem észre, önmagától lépett ki a csoportból, de számtalan hozzászólás letiltásra került. Nekünk is ugyanúgy munka az az anyadisznó, és lehet, hogy fial mondjuk 12-t, de azt ugyanúgy munka és kitartás fölnevelni, és hogy ez mennyi pénzbe kerül, azt részletesen másfél órába, nem vagyok közgazdász, de csinálom 14 órába, vagy 14 éve, kiszámoltuk, hogy mennyibe kerül az önellátás, és szólókon volt belőle egy ilyen előadás, ha azt megnézitek, hogy ténylegesen mennyibe kerül az az egy liter tej, amit én előállítok, akkor én elmondom neked, hogy olcsóbban megveszed itt bármelyik boltba az egy liter tejet, mint amilyen én előállítom. Mennyibe kerül egy kiló kolbász, amit én otthon a saját disznómból betöltök, a legdrágább helyen azt olcsóbban megkapod, mint annak, ami az ára, ugyanis ez már évek óta úgy van csinálva, hogy ne érje meg normálisan csinálni. De most már hála Istennek nem normálisan is kevésbé éri meg csinálni, és, és hogyha a megérést azt a pénztárcára nézzük, akkor, akkor bizony én egy kedvtelésből mezőgazdász, ezt szokták mondani, mert nem a, nem a Tesco-ba, hanem bármelyik piacon. Vannak itt ilyen még ilyen piacok? Olcsóban megkapsz bármit, legyen a saláta bármi, mint ami én, Sipos Mihály, a tanyán elő tudom állítani. Akkor nézzünk már bele, hogy hogy, hogy van. Tehát, hogy, tehát, hogy a, az önellátásnak, ha összeomlás van, akkor, akkor, én szerintem nem jó terepe a tanya. Kifejezetten, kifejezetten egy hátráltató tényező. Ú, még itt, ezt még elmondom. Ráadásul mi volt, ha mondjuk körülötted éheznek, ugye? Tehát nem tudom azt az pszichésen, hogy fogod kibírni. Kibírnád azt, hogy a szomszéd gyerek éhezik, neked megvan, mert én biztos, hogy kibírnám. Helyi fizetőeszköz. Ezt is ide ideírta. Figyeljetek, megkeresnek. Hú, elmondhatom. Na, no. No. csinálunk helyi fizetőeszközt, helyi pénzt, nem mi hanem ez egy teljesen jó dolog, mentesen lehet kereskedni, törvény lehetőséget ad is, jönnek emberek és keresnek meg ezzel. Én meg már szépen ugyanazokat a kérdéseket teszem fel, és ezek a kérdések továbbra is megválaszolatlanok. Azért csinálnak helyi pénz, hogy jön a nagy összeomlás, világgazdaság, minden, szerintük akkor a YouTube csatornám is ugye eltűnik majd, na nem baj. Tehát nem lesz internet, bedől a forint, meg ilyeneket mondanak, és hogy akkor legyen egy másik fizetőeszköz, ami jó lesz, és addig is azzal kereskedjünk. Oké, okay, mondom, ez akár jó is lehet, ha bár én nem vagyok benne biztos, hogy ez a bedőlés folyamata, meg ez, ez tényleg így lesz, meg ez ilyen. Erről most nem menjünk bele, de mondom, oké, okay, és ti mit csináltok? Hát helyi pénzt. Hát jó, 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 de hány birkád van testvérem? Hát nekem nincs bír. Hát mondom, tehenet tartasz, vagy disznót, vagy lette kertészketsz, abból mindig hiány van, tanyasi kertész. Ne, hát miért kéne ilyet csinálni? Mondom, milyen terméket állítasz elő? Hát ő ezzel nem foglalkozik, ő nem tényleg hány helyi pénzzel foglalkozik, és nagy neveket felsorol a, a szakmából, hogy ők már vele vannak, és csinálják a helyi pénzt. És hogy én a közösségemmel csatlakozzak be, az ő helyi pénz ő kialakítási mechanizmusaiba. Hát mondom, elmondom akkor, hogy, hogy el, 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 piacra dobtok egy fizetőeszközt, azért, hogy vásárolni tudjatok vele, ti megint ugyanúgy egy szűk kör lesztek, mint akik ma piacra dobják a pénzt, azok se állítanak elő terméket. Szerintem akik ma a pénzt kezelik, azoknak nincsen kertjük, nincsen nekik szerintem gyümölcsösük, és nagyjából nem foglalkoznak ezzel, mert gondolom az, hogy a pénz kibocsátása és annak az adminisztrációja, az bőven elég munka, és gondolom elég pénzhoz, ahhoz, hogy bármit nem, de lehetőségeikhez képest dolgokat meg tudnak venni. Mondom, ugyanúgy egy elhatározott szűk kör lesz. Nem, 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 jó. De mondom, akkor nézzük már meg az én szemszögemből a, a helyi pénzt és a helyi pénznek a fontosságát. Legyen úgy, ahogy mondjátok. Beüt rak vagy esetleg bármilyen történik, mi élünk, de hát akkor mi se fogunk élni a tanyán, nem biztos, hogy akkor lesz állat, meg kert, meg ilyenek, de én nekem szükségem van a bojtorjának, ú, aki már unja ezt az egészet, sietek, szükségem van neki új uh, pulóverre, sajnos, de büszke vagyok rá, mert mindannyian itt leszámítva a csizmámat, kínai népviseletbe ülünk, ugye? és szüksége van ilyen kínai népviseletből valamire, azt nekem meg kell venni, nekem azt, nekem azt meg kell venni, az nekem olyan fizetőeszköz kell, amire azt adják. Vagy mondjuk gázolaj a traktorba, vagy benzin ugye az autóba, vagy a, esetleg mondjuk a villanyszámlát befizetni, akkor én ezt, a villan, én ezt a villanyszámlát, meg ezeket a termékeket úgy tudom megvenni, hogy itt van egy malac, itt vannak mondjuk a sonkák, itt van a, a, kertből mondjuk a, a gyümölcs vagy az zöldségek, és ezt piacra adom. Olyan fizetőeszközért akarom ezeket eladni, mely fizetőeszköz rentábilis, és elfogadják azok a szolgáltatók, amire nekem szükségem van. Ha beüt a krak, akkor, akkor miért adjam én oda arany pengőért, vagy bármiért a tehenemet, amikor az arany nekem nem fognak adni gázolajat? Miért adjam és akkor lehet, hogy lesz sok aranypengő. Nem tudom, milyen neve most ezt csak most kitaláltam, hogy aranypengő. Miért, miért logikus nekem az én termékemet nem a legkirályabb fizetőeszkizér adni, mondjuk aranyér, vagy ezüstér adni az élelmiszert, vagy mondjuk egy jó festményér, vagy bármiért, hogyha azzal tudok fizetni. Hogyha mi magunk gazdák, akik tanyagazdák vagyunk, és élelmiszerönállítás mentén dolgozunk, mi találnánk ki a csere alapba egy saját fizetőeszközt, ami teljesen fölösleges magunk között, mert kockás füzet, és kockás füzetbe vezetjük. Évvégén elszámolunk, különbözetről számlát adunk, arról állítjuk ki, tehát ez teljesen hivatalos így. Miért kellene nekem részt venni a körülöttem lévő tanyákkal, ezzel a több száz, 800 tanyáról is beszélünk akár, dologgal, hogy rábeszélni őket, hogy fogadják el ezt a ti fizetőeszközöket, amikor nektek igazából semmi másatok nincsen, ami nekünk kell, csak ez a fizetőeszköz, ez meg nem biztos, hogy ilyen szempontból kelleni fog, mert nem biztos, hogy ez lesz az a fizetőeszköz, amiért mi az értéket, amit teremtünk, kertészeti termékeket, szántóföldieket, élelmiszert, azt ezért majd odaadjuk abba az esetbe, hogyha baj van. Tehát Ezekre a kérdésekre nem kapok választ, és arra se, hogy, hogy lesz-e esetleg egy újabb ilyen vízfej, aki kibocsátja a pénzt, és majd abból él, hogy pénzt bocsájt ki az én disznómból, ugye, vagy mondjuk a te birkádból. Tehát ezeket a kezdeményezéseket én nem tartom gyakorlatban megvalósíthatónak. Ezek tökéletesen működnek akkor, hogyha én mondjuk ceglét polgármestere, és cegléden belül bevezetném. Vagy úgy, hogy sopronban van mondjuk a kék frank, vagy hajdunálnáson is van, ugye, hogyha jól emlékszem, egy ilyen helyi pénz, lehet, hogy nem hajdunálnás, és ott azon belül a, fal, a településen kereskednek áfa mentesen, ez ugye ez egy teljesen tökéletes dolog, mert sokkal többet ér egy aranypengő ebből, mint mondjuk egy magyar forint, ott a lakóközösségen belül, ahol ott van, aki előállítja az élelmiszert, ott van, aki ő, tanítja a gyereket, ott van a fogorvos, aki megcsinálja a fogamat. Most kecskenétre fogorvostól jövünk a kisfiammal pont ide. És, tehát, tehát így egy helyi közösségemből ennek van értelme, de nincs értelme ezt, párhuzamosan egy úgymond árnyék társadalom, árnyék fizetőeszközként csinálni, de nem vagyok közgazdász, és lehet, hogy majd azt mondják, hogy hú, ez azért gyenge közgazdasági tudás, de akkor majd jönnek, megkeresnek, és meggyőznek, mert meggyőzhető vagyok. Ráadásul, hogy ezt a réteget elnézem, mondjuk jogaoktató. De, öcsém, hogyha baj van, akkor én lehet, hogy el tudom adni a könyvemet, mondjuk, aranypengőért, és azért az aranybengőér én vehetek jóga órát nálad. De, hogyha baj van, én nem nálad akarok jogázni, hanem meg akarom tankolni az autómat, vagy meg akarom venni mondjuk a, 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 az algópirinekciót a kutyámnak. Az van neked, az nincs. Hát akkor nekem a, a joga annyira most nem kell, de nem lesz szóba a jogoktatókat egyáltalán. Csak van egy fontossági sorrend, amiben minden esetben mindenki életében az élelmiszer az első. Az élelmiszert követik általában az egészséggel kapcsolatos dolgok, és aztán az összes többi, de az első, az élelmiszer, a helyi pénz akkor érne valamit, hogyha helyi gazdák, vagy mondjuk egy ilyen másképp gondolkodó tanyasi közösségből néhány, azt mondaná, hogy ez nekem megéri. Csak ez nekünk, Erről az oldalról pontosan ezért nem éri meg. Nem beszélve arról, hogy az összeomlás elkerülhetetlensége, az, és annak esetleg mégis hogy kerüljük el gondolata, amiben nagyon gyakran én ezeket a helyi pénzes szervezeteket látom. Van nekem még öt percem. Több is. Oké. Okay. Jó, hogyha ha össze kellene foglalni, akkor. Vágy, vízió, ezekre, ezekre bizony a mindennapokban nagyon-nagyon szükség van. A vágy az nem csinál mást, mint kitartásra ösztönöz akkor, hogyha valóban te vágyad az, amit követ. Így jobban látom őket ott hátul. Valóban te vágyad az, amit követ. De üljél le otthon, az ágyat szélére, én is az ágyam szélén változtattam meg a gondolkodásomat ott ülve, nem alottól őt után hanem egy mélyponton voltam pont. És döntsd el, hogy a vágyai, benned van, az a te vágya, de vagy esetleg nem vagy más, mint követők követője. Hát, bocsánat, A követők követője vagy, az már tulajdonképpen a vallás reggel, ezzel kezdtem egy ilyen előadásom, prédikációm volt, reggel 8 órakor pont erről szólt. Követők követőjének lenni. Az nem te vagy. Az nem te vagy. Az Isten a te szívedbe saját vágyat tett. Na, azt találd meg. Ne azt, ami a másiknak a vágya, vagy a másiknak az útja, mert az nem a tiéd. És akkor, akkor jó ez a vágy, hogyha ez a vágy, ez valóban az a vágy, ami neked a te saját személyre szabott vágyad. Jön valaki a városból, mondjuk, ott tölt nálunk egy-két hetet, kitalálja, hogy ő is mondjuk tanját akar venni, akkor én el szoktam küldeni, még akár egy évre is, hogy nem akarok vele többet, gondolj el, gondolj el, biztos, biztosan az a saját útja-e. Biztos a te vágyad de az. És ez a vágy, ez az, amit hogyha megfogsz, hogyha kézen tudsz fogni a szívedbe, akkor azon az úton elindulva, ott azonnal garantált lesz, garantált lesz az út során a siker. Garantált lesz az, hogy azon az úton elindulva boldog tudsz lenni. De ha te az én utamat járod, vagy másnak az útját járod, akkor az nem fog soha téged megelégedéssel eltölteni. A boldogság az megelégedéssel kezdődik. A megelégedés az pedig a, az igények megördöklésével és a szükségletek szintjén történő mindennapok élésével folytatódik. És és ezzel biztosítható, és erre jó a tanyasi újrakezdés. Erre jó valójában közösségbe élni, hogyha ez a vágy a szívünkbe azonos, akkor mi egymásra találunk, és felemeljük egymást. Ott vagyunk a nehézségeknél, ott vagyunk egymás örömeibe. Én tudatosan egy olyan tanyasi közösséget építek, akik egymást biztatják, bátorítják, felemelik, akik ott vannak, hogyha téged bajok vesznek körül, akik bíztatnak téged. És hogyha az irítség egy kicsi fonalát meglátom, akkor hát nem demokratikus a közösségünk, hanem itt azért egy autokrácia érvényesül, akkor természetesen egy rövid beszélgetés után ő már általában nem tag, a rövid beszélgetések nem olyan jók, azt nekem kell csinálni. Nem, irigykedhetünk egymásra. Az irítség egy olyan métejt hoz, egy családba is gondoljatok bele, vagy egy közösségbe, ami miatt annak a fenntarthatósága utána megkérdőjeleződik. Ugyanígy ez, hogy nem demokratikus, mert tegye már föl a kezét az, aki szerint a demokrácia fenntartható, mert én látom az őzeknek a csapatát, látom a szarvasoknak a csapatát, vagy bármelyik másik állatot mondhatom, amik már fönt vannak, már az ember még kővel haigálta őket, már akkor is voltak őzek, aztán jött a dárda, meg a mindenféle puska, még a mai napig vannak. Az őzek közössége fenntartható? Teljesen, az egy fenntartható közösség. Az őzek közössége demokratikus? Hát persze, hogy nem. Egy milliméternyi demokrácia nincs benne, ezért tartható fenn. Mert ha demokratikus közösség lenne, nem létezne. A mi családot is megnézhetnénk. Demokratikus? Nem demokratikus, mert ha az lenne, akkor nem lenne fenntartható. Nagyon fontos, a mi zászlónkra a fenntarthatóság van kitűzve, és ezért a közösségbe azonos vágyjal elinduló, egy cél felé tartó. Családok vannak, akik szabadon jöhetnek, senki nincs a közösségbe kényszerítve, mindenki szabad, csak mégis, mégis mindannyian úgy érezzük, hogy egy irányba menve, egymást támogatva jobbá tudjuk tenni a mi mindennapjainkat, jobbá tudjuk tenni a közösség mindennapjait, és én hiszem azt, hogy ez alapján képes megújulni itt a Kárpát-medencébe ez a nemzet. És az ilyen kis közösségek létrejöttével és felemelkedésével újjá lehet alkotni ezt az országot. És felépülhet itt egy olyan társadalom, ami szerintem, szerintem a, az elején is volt. De ebbe mondom, ebbe az irítség, rossz indulat, ezek nálam nem férnek bele, és nagyon jó ám az orrom kiszagolni ezeket a, ezeket a dolgokat. A vízió, a másik a, a vízió valójában, ami, ami reményt ad, vezet az úton, de tulajdonképpen a teremtésnek az eszköze is ez. Isten az embert saját képérés hasonlatosságára formálta meg, pontosan azért, mert teremtő képes vagy. Képes vagy, teremteni, képes vagy egy másik világból lehozni magadnak fizikai dolgokat. A házasság egységét mindig is fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a házasság egységében a teremtés az kézzel fogható, hogyha teljesen egy irányba mennek, egy vágy vezérli őket, egy cél, ketten egy test, is, és, mennek és haladnak, és működik. Emlékszem, amikor tíz éve tanyán laktunk, és ma akkor is nagyon sok lovunk volt, és össze volt fagyva három, kettő, egybe a főrakott sok-sok körbála. Menni kellett valóban, és ki kellett lökni egy bálát, és nem tudtuk, ketten voltunk a feleségemmel, és próbáltuk, feszegettük se, hogy nem ment, teljesen össze volt fagyva, még akkor ilyen mínusz tíz fokok voltak azon a télen, és amikor annyira erőködve tolsz valamit, hogy tulajdonképpen a tudatot fogja megmozdítani, nem az izmot, de már az arc izmaid remegnek bele. És tudod, hogy még egy kicsit megtartom, és megmozdul. És amikor ezt kilöktük, akkor egymásra néztünk, és azt mondtuk, kell egy traktor. Mind a ketten egy szívvel kimondtuk, hogy kell egy traktor. Mennyibe kell egy ilyen piros rozsdafészek szerintetek, aminek van ilyen izé az elején, ilyen omlokra Mennyibe kerül? Négy hát igen. Egy -két millió. Így van. Egy-két millióért már azért lehet venni. Hát ezeket nem adják olcsón. Azt van az a vicc, hogyha a csajok tudnák, hogy mennyibe kerül egy MTZ, akkor a parasztokkal állnának le, nem a BMW-sekkel, mert ugye... Na mindegy. Mennyi pénzünk van? Hát, 1,350,000 millió forintunk volt. Mondom, akkor ebből az 1 millió forintból vegyünk egy traktort, milyen traktort tudunk ebből venni? Hát mondom, ezek az 50-es mtz olyan kis csúnyák, meg hát homlokrakodó is kell. A homlokrakodó az megint másik 1 millió forint egyébként. Hát... Hát, mondom, azért egy, egy, egy 80-as MTZ jó lenne. Na jó, a feleségem is bolyntott. Így megyünk el a bálától, megetettünk, megyünk befele, és csörög a telefon. A Meister Zoltán hív a szembeszomszédom. Na most törül majd a videóban, elmondtam a nevét. Szia Zoli! Szevasz Husikám, mert mindenkit így húsolom. Húsom. na itt egy 80-as a faternál. Nem érdekel téged, homlokrakadó is van rajta. Egy, <kül> egy perc se telt még el, egy perc se telt el. Hát, mondom, 80-as jó, de nincsen annyi pénzem egyáltalán. Figyelj, a fater. Azt mondta, azt mondta a fater 1 millió 350 euró ezt. <laughs> kell! Zoli, kell! Hát, hogy, hogy kell? Hát mondom úgy, hogy kell. Hát nem szabad így traktort venni, hát el kell menni, megnézni, többet is meg kell nézni, beülni, mi van, nem jó? Zoli, kell. Aztán visszahív 10 perc, hogy hát most te ki mondom, kell, megyek most a pénzért, este jövök, kell a traktor. Hát meg se nézek, Mondom, nem. Meg kellett volna nézni azt a traktort. Hát nem. Nem kellett volna nézni. Aztán este megyek, hát hülyének néztek. Hát mondom, kell a traktor. Így vettük meg az első traktorunkat. Így teremtettük meg az első traktorunkat. Amit aztán miután már kinőttük, mert ugye nekünk van egy lovasiskolánk is, a sokkal többszörösére el tudtuk adni, mint amire akkor vettük, mert ezek a gépek az értékeiket megőrzik, vagy növelik, hogy hol vannak rá figyelve, és nem úgy, mint a Suzuki, ami meg kihozod a gyárból, már kevesebb, már kevesebb, már kevesebb. Ezek tartják az értéküket. Ez az, ez az, amikor a vízió, a teremtés, a közös cél, ha ketten ott vagytok, és ketten egy szívvel, egy akarattal, kéritek, és ne gondoljátok azt, hogy mi bármi vallásos imát mondtunk, vagy fejenáltunk, vagy bőtöltünk, könyörögtünk, megfogadtuk, hogyha egyszer. Nem, nem. Egész egyszerűen a teremtés az itt kapcsol be. Isten ezért teremtett a saját képére és hasonlatosságára téged is, hogy képes vagy ezt megcsinálni. Neked is menni fog. Na de nem lehet ezt elmondani a templomokba, vallásos, ügyeletes megmondók szájából, mert, mert azért azt, azt látjuk, hogy ez egy mélyebb dolog, hogy ez működjön. Sokkal egyszerűbb az egészet, így, 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 egy szép, bealtatott, nyugodt, életet élni, és egy bealtatott, nyugodt életbe tartani az embereket, amit szerintem még, 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 mai napig ez az egész civilizáció céljaként tűz ki és használ. Amik valós kérdések egy tanyán újrakezdésbe, és hogyha ti gondolkoztok ebbe, akkor, akkor három valós kérdést gyorsan megadnék. Az egyik az, hogy Egyedül szeretnéd ezt megvalósítani, vagy társal? Tehát te egyedül mész, vagy pedig, vagy pedig, a feleséged. De hogyha feleséged vagy férjed van, és az egyik nem akar tanyára menni, akkor légy szíves, ne menjé. Ne váljál el amiatt, hogy te, hogy te újra kezdő leszel vidéke, hogy tanyát veszel, ne váljál el. Ebből az egészből leszjegyezd meg, és ha a párod nem akar menni, ezt mondd el neki, mert ez a mondat, ami ma neked szól, hogy te ne menjél tanyára, maradjál meg a házasságodba. A második, ja igen, na de pártalálás, mert nem mindenki házas. Ha mind a ketten menni akartok, látjátok, lett traktor, de most nem csak traktor, hanem tudnék mondani lovat, lószájtót, hardokló állatot, bármit, amit, amit, ilyenkor, amit ilyenkor, ilyenkor újjá tudsz teremteni. Ha nincsen társad, akkor Magyarországon az egyetlen gumicizmás társkeresőt ez a közösség hozta létre, mert van tanyasi társkereső, ami direkt tanyasi életre keresi a párt, úgy szokták csúfolni a hátam mögött, hogy tulipános szerelmes láda, de nem az, ez egy Facebook csoport, egy Facebook csoport, aminek az a neve, hogy szerelmes tulipánok. Hogyha egyedül vagy, át fogják nézni a profilodat, ha ott van, hogy házas, nem fognak beengedni. És ebbe a szerelmes tulipánok társkeresébe szegény felhétszanet most mindjárt majd kapja a, a <laughs> jelentkezőket. Egyesügy hát átnézi, itt a találhatsz társat. Kimondottan tanyasi életre találhatsz társat, a gumicsizmához találhatod meg. Ez nagyon-nagyon fontos. És a harmadik, jelen ja a második az, hogy közösségbe, vagy külön képzeled el az életedet. A hölgy Anna, aki a levelet írt, ő nem hallott rólunk, nem hallott a közösségeinkről. 21-ben úgy költöztek tanyára, ugye nyilván a akkori jogszabályok, mert 20-ban elkezdték már megvásárolni azt a tanyát, de nem az a tanyaválasztás első kérdése, hogy Balatonfelvidék, Lógrád vagy Zala. Ah, ezek olyan jók. Ha ez az első kérdés, akkor a sikertelenségben már az 50%-ot behoztad. Mert ezt meg kell előzze, az a valós kérdés, hogy egyedül a család, vagy a családommal, vagy közösségbe. Ha közösségbe, akkor a közösséget választ ki, és ne a tájat. Mert a tája meg lehet alkudni, de a közösség hiányával nem lehet megalkudni. A közösség hiánya egyenes út lesz a, a mélybe, egyenes út lesz a, a vesztéshez, vagy a nem megfelelő közösségválasztás. A közösséget, meg ne a Facebookról, meg a ne a közösségi oldalakról válasz, mert a közösségi oldal nem közösség, hanem a valójában a közösség hiányának felkeltésére hivatott, hanem személyesen látogasd meg ezeket a közösségeket, ismert meg őket, tapasztald meg. Egy csomó nagy menő ökoközösség nem is létezik. Egy csomó magát élő közösségnek, valódi közösségnek, szuper hollapokkal hirdető akármi, az nincsen nincsen, nem működik, és soha nem is működött. Akkor, hogyha ez egy falu, teljesen mindegy, mekkora nagymúltú neve van. Nézd meg, hogy valóban működik-e. Ez se vett nélkül, amit a saját közösségemről mondok, menjél oda, keresd meg a Péter Gézát, aki a Fentartható visszafejlődés közösségébe egy elég nagy feladatot vállalta, a közösségi nagykövet, beszélj vele, hogy segítsen neked, hogy, melyik milyen, mutassa meg. Utána biciklizzé le mondjuk Mártéra, vagy menjél el mondjuk Hajdubagosra, és nézd meg mondjuk Hajdubagoson a Keveházi Tamást, meg a, a Györki Szilvit, hogy mit csinálnak, hogy élnek, ott élnek-e, azt csinálják-e, szimpatikus -e neked, ők a Neonhal zenekarnak az emberei. Egyet értezte, azért, hogy keresztény könnyű zenével ilyen. ez -e a, te, a te, otthonos közegedés? Hogyha igen, akkor ezek után elgondolkozhatsz az, hogy oda költözöl de ne csinálj hülyeséget, ne válasz már YouTube videó alapján közösséget magadnak, mert egy csomó jó kezdeményezésnek látszó dolog van, ami valójában belül mérgezett. És a közösségi falu pereskedik már kelet a nyugatta, éjszaka délle, szétszakadtak már hatféleképpen, de nagyon-nagyon nagy marketingje van. Most megint nem fognak szeretni, de menjél le előbb oda, biciklizéle le, és nézd meg! Nézd meg, hogy tényleg igaz-e, amit ők mondanak, működik, és ugyanígy járjál az én összes ö, kis helyi lokális közösségemmel. Ne és senkinek, hanem te saját tapasztalatból győződj meg, és ez a harmadik valós kérdés, hogy be tudsz-e illeszkedni valójában az adott közösségbe. Számtalan levelet kapok ö, zalaik kis falvakból, hogy egy olyan zárt kis közeg, hogy nem fogadják be, és, ö, és nem, hogy gyűjtmennek hívják őket, mert nekem is mondták, hogy, hogy együtt te, hát te sehonnai vagy, együtt majd a gyerekeid lesznek cegléden. Ugye? Tehát, tehát így a, be tudsz -e illeszkedni majd abba a közösségbe, amit eh, választasz. És zárszónak azt mondanám, hogy ha a közösségi utat választod, akkor, 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 akkor nem biztos, hogy a könnyebbet választod, de azt gondolom, hogy ha sokan vagyunk együtt, és többen élünk egy közösségbe, a mi, a mi közösségünk egyáltalán ott nincs spiritualitás, ott nincsenek színek, nincsenek ö, ö, szexuális identitás, bármi nem befolyásol semmit, a mi közösségünkben is bárki jöhet minket. Egy dolog érdekel az, hogy te mit teszel le élelmiszerbe az asztalra. Az viszont nagyon érdekel bennünket, hogy mik ezek, amiket te képes vagy megtermelni, képes vagy oda tenni. És, és, így, így befogad-e téged a közösség? És ezek a valós kérdések. A valós kérdés az nem az, hogy romantikus-e, nem az, hogy, hogy elszigetelten lehet élni, nem a közbiztonság, nem az egészségügy, nem az, hogy hogy közlekedsz, bevásárlás, iskola, hogy tudsz megmenekülni, hogy tudod túlélni, ez mind-mind nem valós kérdés. Ez nem a jó útfele fog vinni tapasztalataim alapján. A valós kérdések, azok a szívedbe írt fájnak a követését, és fölismerését követően, azok, hogy egyedül akarsz menni, vagy társal, megtaláltad-e a, de megtaláltad a társadat már ebbe az életbe, vagy még keresed? Mi volt, ha a te társad mondjuk egy orvos lesz itt valamelyik kórházba, és annyira hivatása az orvosság, hogy nem orvosnak lenni, nem biztos, hogy be tud járni mondjuk ide a szentesi tanyavilágból. És hogyha ha megtaláltad ma a paradés megvan, akkor közösségbe akarsz élni, vagy egyedül is, hogyha közösségbe, akkor az adott közösség az mennyire fogad be, te hogy tudsz beilleszkedni. Ezek a valós kérdések ma a sikeres vidéken újra kezdők között, ezek a valós kérdések ma a tanyák megmentésébe és a tanyavilág arculatának a föntartásába. Ezen dolgozunk mindannyian. Ami a legfontosabb üzenet, az ma sem más, mint a mint, a, mint ez a szívet belévő vágy. És ezzel az a nehéz, hogy ezt a társadalmi nyomás, a, a, a szülőktől, családi tradíciókból rápakolt dolgok, az iskolarendszer és minden maximálisan elnyomta. Biztos vagyok benne, hogy ez a vágy milyen ott van. Vagyunk itt egy-ketten, akik tudják, és ezt megtalálták, és elindultak abba az irányba, de általában többen szoktak lenni azok, akik ezt a vágyat nem találják. És azt viszont küldetésemnek érzem, hogy minden embernek segítsek abba, hogy ezt a, ezt a saját vágyát megtalálja, akkor is, hogyha ez nem a vidéken újrakezdés, akkor is, hogyha ne, ez nem egy, nem egy újabb tanyának a megmentése, mert a, az új jelszó az, hogy van élet a halál előtt. És ezt az életet akkor tudjátok megtapasztalni, hogyha szépen, szépen Isten tenyerén elkezditek megélni a mindennapokat, ennek a vágynak a tudatába mentek, és, és haladtok előre, és teremtitek meg magatoknak, Isten képmására alkotottságotok segítségével az összes szükségleteteket. Nem akartam ennyit beszélni. De a sejtettem, hogy nem tudok külve maradni. Köszönöm szépen, hogyha van kérdés, akkor van most az a lehetőség, mivel szerintem az idő itt lehet véges a terembe, hogy a, nem véges. Hogy a. Jó. Hát akkor először is köszönjük, igen. Na, majd mondtam betyáros volt, mi? Bízom benne, hogy sok kérdést megválaszolt, de legalább annyira, hogy még többet felvetett bennetek, és remélem, hogy betalált egy-két álmodozó ponton is. Úgyhogy hát most már ne hozzunk szégyent magunkra, így az elmúlt néhány alkalom alapján. Szórjátok meg a Jó Mihályt néhány kérdéssel hát helyes, úgyhogy a jégtörő már meg is volt, akkor annyit kérek szépen itt, hogy akkor passzintsátok hátra, illetve majd körbe. Bekapcsoltam, úgyhogy elvileg csak beszélni kell bele. A fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornával az a célunk, hogy bemutassuk, hogy van egy másik élet, melyben igazán kiteljesedhet. Tanya Egyetemmel pedig az a célunk, hogy azokat, akik erre az útra rálépnek, tudjuk azzal az információval és tudásanyaggal támogatni, ami ahhoz kell, hogy ezt az életet sikeresen tudják élni, ne kelljen végigmenni azokon a problémákon és azokon a nehézségeken, amiken az elején nekünk végig kellett mennünk.